Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, stúdiónk vendége Cserpalkovics András, a Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást, a beszélgetést így előre is, és köszöntöm én is a nézőket nagy szeretettel. Azt hiszem, hogy a mai nap egyik fontos híre a déli összekötővel kapcsolatos volt. Erről számoltak be sajtótájékoztató keretében Mészáros Attilával, a terület képviselőjével, és hát talán ez egy olyan beruházás, amire mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon régóta vártak a fehérváriak. Itt a Köztérben is ejtettünk már szót különböző anomáliákról, hogy miért nem adták még át az utat. Most mit tud elmondani polgármester úr ezzel kapcsolatban? Azt hiszem, hogy csak jó híreket. Az út elkészült, egyébként a kivitelező határidő készítette el és adta át engedélyeztetésre. A forgalomba helyezési eljárás zajlik, napokon belül az engedély megérkezik, és ezt követően nincs akadály annak, hogy átadjuk a forgalom számára. Ez május 8-án hétfőn fog várhatóan megtörténni. Úgyhogy május 8-ától valamikor napközbeni óráktól kezdve használható a déli összekötő, ami egy több évtizedes adósság, vagy adósság egy eleme, mert ez majd akkor lesz teljes, amikor a többi szakasza is elkészül, de ez most egy fontos, mindegy 4 kilométeres szakasz, ami nem csak autóút, hanem mellette egy nagyon jó minőségű új kerékpárút építését is jelentette. Ugye Európai Uniós forrásból valósult meg, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép lett. Tehát itt nem felújítottunk egy utat, hanem a semmiből építettünk egy utat. Ez azt hiszem, hogy nagyon fontos. Évtizedek óta ilyen a város életében nem történt. Ez egy gyűjtőút lesz. Tehermentesíteni fogja a belsőbb nagy kereszteződéseket. Ezért túl azon, hogy nagyon fontos közlekedési beruházás, környezetvédelmi célokat is fog szolgálni. De hogy igazán ennek a különlegességét megmutassuk, arra gondoltunk, hogy elfogadjuk annak a elég sok civil kezdeményezőnek a véleményét, javaslatát, hogy ne önmagában rögtön egy autós nappal indítsuk el, hanem előtte legyen lehetősége azoknak, akik szeretnének rajta egyet sétálni, szeretnének futni, kerékpárral végig menni, kihozni a gyereküket, családjukat, hogy megnézzék ezt az új összekötőutat, úgyhogy május 7-én vasárnap 9 óra és 12 óra között ezt meg lehet majd tenni. Két segítő partnerünk a rendőrkapitányság, illetve a Szondi. Azt hiszem, hogy izgalmas, érdekes programok várnak majd mindenkit, tehát ez lesz május 7-én vasárnap délelőtt 9 és dél között, hogy aztán május 8-án pedig napközben egyszer csak a ma még ott látható betontömböket el tudjuk onnan vinni, és szabadon lehessen használni ezt az új gyűjtőútját Székesfehérvárnak. Ezzel egy új városrész is született, talán fogalmazhatunk. Ez valóban így van, ugye, ha valaki ránéz a térképre, lát egy kb. 500 hektáros városrészt, ami szinte teljesen el van zárva, mert csak a két szélén lehet valamilyen módon közlekedni, de az óriási belső térben erre nem volt lehetőség, legalábbis jó minőségű úton semmiképpen, úgyhogy ez most az első lépés ennek a déli városrésznek a feltárása érdekében. Lesz majd reményeink szerint egy következő, ez pedig az Újvárai a sor fogja kikötni a vasúti pályák fölött a Mártírok útjára. Ugye ennek van egy gyalogos hídja, ami már elkészült egy másik beruházásban, itt lenne egy autós felüljáró is, ez az intermodális közösségi közlekedési központ beruházásának lesz a része, ott még kormánydöntésre várunk, hogy elindulhat-e, biztosítja-e a pénzügyi fedezetet az állami költségvetés, bízom benne, hogy előbb-utóbb igen, és azzal a beruházással válik ez a déli városrész gyűjtőút tekintetében tényleg feltártá, erre szerintem nagyon nagy szükség van, és bízom benne, hogy egyúttal tényleg segíteni fogja a város déli irányról történő megközelítését, a keresztirányú forgalmat, amihez mondjuk, ha valaki a Sárbogárd irányból jött 63-as felől, akkor egyszer be kellett menni a Széchenyi-Horváth István kereszteződésig, hát ennek a következményeit pedig már hosszú évek óta a mindennapokban is láthatjuk. Ennek az autóforgalomnak egy része az a déli összekötőt fogja egészen biztos használni, és ha meg lesz az Újvárajasori kikötés is, ugye ez a kettő is össze lesz kötve, akkor pedig egy belső gyűjtőút hálózati is kialakul, és segíti majd a közlekedőket. És akkor ezáltal mondjuk lehet, hogy hamarabb átjutunk majd ott a Horváth István Széchenyi kereszteződésben is. Biztos így van, és egy kicsit a másik oldalát is ugyanígy segíteni fogja, tehát a Seregélyes út felüli részeket is segíteni fogja. Azt hiszem, hogy a Mártírok útját is segíteni fogja,
és egy bizonyos forgalmi részt, az pedig a belső utakról is párhuzamos útként le fog ronda szóval húzni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez is előrelépés. Ez se csodaszer, nincs csodaszer, hiszen egyre több autóval közlekedünk, de mellette az ilyen gyűjtőút beruházásokra nagy szükség van pont azért, hogy egy kicsit szét tudjuk húzni a forgalmat, és még egyszer nem beszélve arról is, hogy itt azért egy 4 kilométeres kerékpárút hálózat is kialakult, ami nagyon jó minőségű kerékpárutat jelent, biztonságosan lehet ugyanúgy a keresztirányú forgalmat lebonyolítani, úgyhogy akinek két távoli városrészben van dolga, és eddig mondjuk esetleg azért nem ült biciklire, mert elég lehetetlen volt a közlekedés, azon a szakaszon most egy vadonatúj utat fog tudni birtokba venni. Pár napot kell várni, de még egyszer május 7-e délelőtt egy ilyen kicsit ünnepélyesebb átadó, és május 8-án napközben pedig már használható lesz a déli összekötő út. Hogyha már a kerékpárutat említett, ugye ez is egy fontos hosszú távú célkitűzés is, hogy a kerékpárutak tekintetében Székesfehérvár egy nagyon jól szervezett közlekedéssel rendelkezzen. Igen, szerintem sok minden történt ebbe a pár évbe. Jelentősen megnőtt a kerékpáros sávok, utak száma, magyarul maga a hálózat bővülni tudott. Ez most egy új gyűjtőúttal még egyszer szintén bővül majd. És hát bízunk benne, hogy hamarosan az állam elindíthatja a Balaton-Budapest kerékpárút fehérvári belső szakaszára vonatkozó közbeszerzési eljárást, hogy a tervek elkészültek, engedélyek rendelkezésre állnak, tehát csak pénzügyi kérdés, hogy mikor fog megvalósulni, remélem, hogy rövid távon lesz erre lehetőség. Akkor egy teljes nagy gyűrűszerű hálózat fog rendelkezésre állni. Én most is azt tapasztalom már, hogy többen kerékpároznak, mint pár évvel ezelőtt. A hétvégi időszakban talán ez leginkább tetten érhető, de azért hétköznap is munkába, vagy iskolába járásra is egyre többen használják, már amikor persze az időjárás ezt lehetővé teszi. Úgyhogy szerintem e tekintetben is kell és szükséges fejlődni. Ez pont ugyanúgy fontos, mint hogy a közösségi közlekedést fejleszteni tudjuk, ahol lehet ott a járdafelületeket tudjuk felújítani. Tehát adjunk lehetőséget alternatív közlekedésre az autóhoz képest, de nem ellehetetlenítve az autós közlekedést, hanem amennyire lehet azt is segítve és támogatva. Innen fogjuk folytatni. Nézzük meg, hiszen a fehérváriakat szokványosan megkérdezzük ebben a műsorban, hogy milyen kérdéssel, véleménnyel fordulnak az ön irányába. Következzen az első összegyűjtött kis csokor, Rába Harriet a kolléganőm tolmácsolásában. Egy személy a házból fotózta itt az embereknek a munkáját, a Városgondnokságnak a munkáját, és az egész közösség nevébe fölháborodott. Mi is fölháborodtunk, de nem az ő munkájukon, hanem azon, hogy ezt a cikket ő bediktálta, közzétette az egész városba. És igazán itt volt már egy fórum, nem is egy, olyan, hogy hát ez itt életveszélyes, kidőlés fenyegeti, muszáj megcsinálni. Ezt mi meg is értettük, igazán szerettük volna, ha marad, ez tény, de ha ilyen veszélyes volt és nagyon költséges a helyreállítása, akkor mi ezt elfogadtuk. A kérésünk az volt, hogy legalább a lábazat maradjon, ami meg is történt. Na most az, aki nem jön el egy közgyűlésre, aki nem jön el egy fórumra, nem olvassa el a hirdetőtáblán kirakott értesítéseket, hát az össze-vissza irogat mindent, ami eszébe jut. Tehát mi tudtuk, nem meglepődtünk. Azon kívül mi azt is tudtuk, hogy ez a kerítés nem műemlék. Azon kívül az ősfák, ezek itt nem ősfák voltak, a gyökerük benőttek a kerítés alá, és azt is megbontották. Tehát most, ahogy ez az alapzat megmarad, ez úgy néz ki, hogy ha helyrehozzák, szép is lesz talán. Nyitottabb lesz a tér, ez mondjuk annyira nem jó, mert elég sokan bejárnak, de közterület tudjuk. Azon kívül még a Városgondnokságnak szeretnék köszönetet mondani, mert fantasztikus munkát végeztek, gyorsan dolgoztak, szépen dolgoztak, tisztán dolgoztak, és most is, ha úgy tudom, itt vannak az emberek, és próbálják helyrehozni azt, amit lehet. Megígérték, hogy a fák helyett ültetnek zöldeket, fákat, hogy a maga a talapzat mellé is ültetnek-e valamilyen takarónövényzetet. Erre ígéretet kaptunk, csak kérdezzük, hogy mikorra lesz
ez megvalósítható. Kint van az űrlap, egy asztalt nem voltak képesek kitenni, hogy oda, ott kitöltse az ember. El kellett mennem a plázába, a WC-be, és ott töltöttem ki, mert a portás olyan hang nem beszólt vissza, hogy mondom, most ezért visszajöjjek? Azt mondja, másik 17 ezer ember is visszajött. Ezzel el volt intézve. Hát ez nem igaz. Buzozik az ember, és akkor így reagálnak rá. A polgármester urat nagyon bírjuk, nagyon szimpatikus számunkra, de igazából, amit Fehérváron javítani lehetne, hogy valami a szórakozó helyeket támogatni esetleg, mert ugye nagyon sok ideje a fehérvári szórakozás a fiatalok számára eléggé csekélyes, és csak kocsmák vannak tulajdonképpen, meg a Fezen, meg az Alba. Ennyi. És igazából a szórakozás lehetne javítani. A kulturális művelődést. Mondjuk ez nem számít annak. Nagyon szép a városunk, a közlekedés is rendben van, ha változott is, mindenkinek jól az. Hát őről meg csak jó véleményünk van, polgármester úrtól. Én csak nem tudok más mondani, nem. Én nagyon megelégedve vagyok itt a városban, 50 éve itt lakok, úgyhogy szeretek itt lakni. Nos, hát elég sokrétű kérdéssor, illetve véleménysor érkezett itt az első körben, mindjárt a Lövölde utcai kerítés lebontása kapcsán. És nagyon örülök neki, és köszönöm szépen, hogy ezeket a véleményeket hallhattuk, mert valóban olvasva azt a cikket, valaki csak annyit tudott erről az ügyről, akkor nagyon könnyen, hát mondjuk a fél információk alapján olyan véleménye alakulhatott volna ki, mintha itt konfliktus lenne a lakókkal, mint ahogy egyébként a közös képviselő pont azt mondta el, hogy nem, velük egyeztetve került ez a megoldás eldöntésre és megvalósításra. Ugye tudni kell, hogy ott valóban volt egyébként valóban nagyon értékes, szép kerítés darab, ami azonban nagyon rossz műszaki állapotban volt, sok-sok 10 millió forintért lehetett volna valamilyen szinten egy ideig megmenteni. Erre azt hiszem, hogy most talán mindenki megérte, hogy nincs lehetőség pénzügyileg, viszont valami mementót szerettünk volna hagyni erről, ezért marad meg a talapzat. Szerintem ez egy jó megoldás lett, hiszen megadja egy kicsit a hangulatát, és meg is őriz valamit ebből a hangulatból a Lövöldén. Helyre ezt állítva, ami egyébként el is hangzott, és amit pedig a másik hölgy kérdezett ezzel kapcsolatban, igen, az ígért fatelepítés és növénytelepítés meg fog történni, valamit még most meg lehet tenni, valamit pedig majd valószínűleg ősszel, illetve ősztél fordulóján lehet elültetni. Nyilván ezt a kertészek tudják, hogy mikor, mire van lehetőség, de a terv az annak a közösen kialakított programnak a végrehajtása, hogy a közös képviselőn keresztül az ott élőkkel, részben a Városgondosság, részben pedig ezt koordinálva Molnár Tamás területi önkormányzati képviselő elvégzett munkaként és megállapodásként létrejött. Szerintem ez egy megnyugtató eredmény, és igenis valamit a múlt szépségeiből, értékeiből pedig így sikerül megmenteni. Ha bedőlt volna az a fal, akkor ország a talapzat sem lett volna megmenthető, így azt hiszem, hogy legalább ez mementóként tényleg ott marad. Egyébként szerintem ott ez egy szép, továbbra is díszes terület marad, sokkal inkább látható lesz maga egyébként a zöld, maga a növényzet, ez a kis parkocska, ami ott van. Úgyhogy azt hiszem, hogy kicsit átláthatóbb is lesz, hogy talán ennek is van előnye. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen az ott élőknek, a közös képviselőasszonynak is a kompromisszumkészséget, azt, hogy végig együttműködőek voltak, és bízom benne, hogy a végeredmény az tényleg olyan lesz, amiben sikerült megállapodni. És Molnár Tamásnak is köszönöm, aki koordinálta ezt a munkát, a Városgondnokság szakembereinek pedig, hogy ezt elvégezték. Volt a hölgy, aki gondolom, nem derült ki teljesen egyértelműen, de a 17 ezeres számból arra mertem következtetni, hogy ez a 7500 forintos 65 év fölöttieknek járó támogatással kapcsolatos ügyintézés volt. Egyrészt kérem a megértését, mert itt az elmúlt hónapokban még zajlott a Városháza felújítása, ezért nem volt ott senki, hiszen egy részben építési terület volt, ezért nem volt ott kint a szokásos asztalka és szék, legközelebb természetesen ez rendelkezésre fog állni, hogyha pedig valaki nem megfelelően kommunikált vele, és a hangvétel stílus kívánni hagyott maga után, akkor ezért én elnézést kérek a kollégák nevében.
Egyúttal viszont őt is, és másokat is arra biztatok, hogy ezekkel a támogatásokkal éljenek. Talán itt egy kis záró lehet nyitva, nem is biztos, hogy mindenben a legalkalmasabb ilyen típusú ügyintézésre a Városháza közvetlen recepciója és bejárata. Ezért is gondolkodunk azon, még nem tudom megígérni, mert itt azért még számos egyeztetés előtt állunk, hogy a városban több területen létrehozunk olyan kis szolgáltató központokat, ahol önkormányzathoz, közszolgáltató vállalatainkhoz kötődő szolgáltatásokat lehetne elintézni. Például kombinálva ezt postai szolgáltatással. Tehát akkor egy ilyen komplex megoldásban gondolkodnak? Fölmerült ezt a Városgondnokság, indította el a posta irányába, hogy esetleg bizonyos postai szolgáltatásokat az uszoda jegypénztárába el lehetne végezni. Ugye ez elég hosszan tart nyitva, ez szerintem jó lehetőség lenne parkoló, és az Ibli posta helyén ez gyakorlatilag szinte annak a szomszédságába biztosítana postai szolgáltatást. Ez a folyamat elindult, nem tudom, hogy végig tud-e menni, ez nem csak rajtunk múlik. Tehát nem ígéretet tudtam még tenni sajnos, de azt el tudtam mondani, hogy a szándéka ez az önkormányzatnak, és szeretnénk egy ilyen kis ügyfélközpontot létrehozni, szolgáltató központként, ez pedig a Budai úton, szintén a Budai úti posta esetében, ami ugye megszűnt, a posta nem nyitja újra, visszaadja a városnak hamarosan azt az ingatlant, mert az a város tulajdona, és fölmerült az, hogy a Széphő, Depónia, Fehérvíz, vagy éppen a Kossuth utcai ügyfélszolgálat bevonásával létrehoznánk egy ilyen kis szolgáltató központot, és esetleg, ha meg tudunk állapodni a postával, akkor a postai szolgáltatásokat is el lehetne érni ugyanott, ahol eddig a postahivatal működött. Szerintem ennek az emberek örülnének, és ez megint egyfajta szolgáltatási területen történő előrelépést jelenten a városba. Úgyhogy dolgozunk azon, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, és talán amikor legközelebb jövök, akkor már többet fogok tudni erről mondani. De ezzel is szeretnénk azt a két újra nem nyitható postahivatalt pótolni, és a postai szolgáltatásokat a Víziváros azon szegletébe, illetve az Ibli környékén biztosítani a fehérváriak számára. Biztosnak látom azt, hogy eznek nagy társadalmi támogatottsága lenne, tehát ezt el tudjuk érni, akár a Budai út, akár a uszoda környéke tekintetében, akkor örülni fognak ennek az emberek. Nagyon szépen köszönöm a dicsérő kedves szavakat. És azért az jó, hogyha egy fiatal ember azt mondja, hogy bírja a polgármestert. Igen. És egyébként én meg, ha most akkor mondhatom ezt, a bírom a fiatalokat. Egyébként a Norbékon is azt látom, és sokakon a városban, hogy be lehet vonni őket a város ügyeibe. Van láthatólag ötletük, javaslatuk. Ők értelemszerűen a bőrükön érzik a fiatalokat érintő kérdéseket, és őszintén hitelesen tudják azt képviselni a mi irányunkba. Erre őket biztatom is, akik ugye most hamarosan közülük ballagni fognak, aztán érettségizni, nekik sok sikert kívánok, és ezt csak azt kívánhatom magának, Székesfehérvárnak, hogy ezeket a fiatalokat meg tudjuk szólítani, itthon tudjuk tartani, vagy ha el is mennek máshova, akkor utána majd térjenek haza Székesfehérvárra, éljenek itt a városban, vagy a város környékén, mert nagyon nagy szükség van rájuk. Ugye általa felvetett kérdés több fiatal föl szokta vetni, ugye ez a szórakozó helyeknek a kérdése. Ez mindig egy nehéz ügy, hiszen az önkormányzat nem működtet ilyen értelemben szolgáltató központokat, de például egy-egy művelődési háznál el tudnám azt képzelni, hogy esetleg ilyen jellegű funkciót is kapjon, vagy például a Sörháztéren ugye felvetettük az embereknek, hogy mondjanak javaslatokat, ötleteket, hogy mit szeretnének látni, és sokan vetették föl a játszóházat a kicsiknek, de sokan a játszóházat azt úgy vetették föl, hogy egy közösségi teret hozzunk létre kifejezetten a tinédzsereknek, középiskolások részére, úgyhogy ezen is azt hiszem, hogy érdemes gondolkodni. Az utóbbira korábban az az ötletünk volt, hogy a bőrgyár területén van olyan ingatlan, ahol és ami alkalmas lehet ennek a célnak az elérése érdekében, úgyhogy ez most csak megerősítette bennem azt, hogy láthatólag tényleg van a fiatalokban erre igény, kultúrát, jó, biztonságos, szórakozó helyekre szeretnének eljárni, mondjuk egy péntek este, vagy éppen egy szombati nap. A Petőfi moziban is azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok szívesen jönnek programokra, lehetne egy ilyen tinédzserek számára működtetett nagy közösségi tér is, és még egyszer én úgy látom, hogy van is erre igény. Hogyha már megemlítette, ugye tényleg több mint 600 javaslat érkezett arra, hogy a Sörház téren mi legyen. Említett most néhányat, de volt-e még olyan
fontos gondolat, amin érdemes egy kicsit eltöprengeni? Játszóház merült föl legtöbbször, többen vetettek föl parkosítást javaslatként, illetve az, hogy a beton helyett legyen inkább zöld. Fölvetettek közösségi gyűjtőparkolóknak a kiépítését, fölvetették azt, hogy esetleg, ugye korábban erről volt is szó, hogy a kríziskezelő központ egy pici darab tekintetében tud bővülni, ezáltal az alacsonyabb küszöbű szolgáltatást is, a menhely szolgáltatást tudja biztosítani, tehát akik ma azért nem tudnak belépni a Sörház téren a kríziskezelő központba, mert ugyan férőhely van, viszont a házi rendet nem tudják esetleg betartani. Azok is be tudnak menni telken belül, ugyanúgy kapnak ellátást, csak mondjuk nem a főépületbe, hanem egy erre kialakított épület részben. Úgyhogy ez volt a legtöbb, de rengetegféle egyéb javaslat érkezett. Én ezt azért örülök, mert valahol az önkormányzatiság ez. Ez a mi közös városunk lehet, hogy sőt biztos vannak a világban olyan kérdések, amiről nem minden fejévár ugyanúgy gondolkodik, de arról, hogy szeretjük ezt a várost, szeretnénk jól működtetni, szeretnénk, ha fejlődne, ha újabb és újabb szolgáltatások jelennének meg, az most megint tetten érhető volt, hiszen egyébként nem jött volna ennyi javaslat. Az embereket érdekli Fehérvár sorsa, érdekli a jövője, megfogalmazzák, hogy nekik mi hiányzik a városunkból, de én úgy éreztem, hogy ahogy mondani szokták, a szeretet hangján tették ezt, hogy még jobbá tudjuk tenni a várost. Egyébként még az élményfürdő, uszoda kérdéskör merült föl, ugye talán múltkor beszélgettünk arról, hogy az uszoda felújítását már tervezzük, most el fogunk jutni kormányzati segítségnek köszönhetően is a kiviteli tervekig, és akkor talán a következő években maga az uszoda bővítése, a szolgáltatások bővítése, mert egyfajta szaunaparkrendszert azért mind élményelemek már szeretnénk kialakítani, és a strandot pedig lenne lehetőségünk néhány élményelemmel bővíteni, úgyhogy nem is tudunk élményfürdőt építeni, de tudunk egy olyan szolgáltatás növekedést elérni, ami párosul egy energiahatékonysággal, hiszen nyilván egy teljes felújítást kapna maga az uszoda nagy épülete, a gépészet, akkor azért ez szolgáltatási színvonalba és fenntarthatóságba is előrelépést fog eredményezni reményeink szerint. Ilyen javaslatok is érkeztek egyébként ebbe a több mint 600 javaslatban. Innen fogjuk még folytatni, de nézzük meg a második kérdés sor összeállítást. Én nyugdíjas vagyok, tehát én nem olyan sokat utazom. Nekem megfelel a közlekedés, ahogy van. A zebra állapota, én ott a Rozsnyói útnál lakom, hát ott az autók nem nagyon állnak meg, és most tettek oda két oszlopot, úgyhogy ha ott valami jelzőlámpa lesz, az nagyon-nagyon-nagyon jó lesz ott, és hát reméljük, hogy használ is az autósoknak, mert harmadik csikon vagyok, aztán még mindig átmennek. Úgyhogy én szerintem a városban nagyon-nagyon sok minden megszépül, úgy ugye az Aranybulla emlékmű, itt a belvárosban is. Sokan, akik itt élnek már nagyon régóta, azok panaszkodnak, akik máshonnan jöttek talán, azok látják egy kicsit értékesebbnek a várost, mint a tőzsgyökeres fehérváriak. Belvárosi lakosként engem nagyon zavar, hogy nagyon nagy az autós forgalom. Most itt vagyunk a Petőfi utca sarkán. Itt folyamatosan mennek az autók, a lakók nem tudnak leparkolni. Tarthatatlan szerintem, hogy mindenki itt rövidíti le a Várkörút, a Teleki előtti sarkát. Nagyon nagy a forgalom. Mi teljesen elégedettek vagyunk vele, és köszönjük a munkáját, illetve amennyit tesz a városért. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó polgármester, és reméljük, ameddig tud, meg is marad ez a hivatása neki. Tehát. 27 éve itt élek a Fehérváron, de minden jó volt, örültem, de ráadásul a polgármester nagyon kedves, aranyos, nagyon szeret, és minden megtesz a népnek. Nos, hát sokan szeretik az ön munkáját. Azért a közlekedés kapcsolatán volt némi felvetés az zebrák állapotát érintően. Illetve a közlekedési morál esetében is ugye talán egy kicsit kitekintett ez a kérdés, és szerintem is mindig ezen a területen ezért lehet előrelépni. Talán itt is segítene, hogy egy
kicsit jobban odafigyelnénk arra, hogy másik ember is közlekedik. Ki autóval, ki gyalog, ki kerékpárral, ki rollerrel, ki autóbusszal. Tehát ha kicsit odafigyelünk egymásra, az segít, azt hiszem, hogy ezek a problémák, hogy mondjuk nem állunk meg a gyalogás átkelőnél, amikor egyébként jön a gyalogos, azok javulni tudjanak. Én ez egyébként azt tapasztalom, hogy azért van ebben például javulás, de láthatólag még van hova javulni. Ahol ilyen osztopokat látnak az emberek, ott ugye vagy tábla kihelyezés történik, vagy ahol lehet közlekedési lámpa, vagy sok esetben ugye az okos zebra, ami a kórház régi bejárat előtt található, az a műszaki megoldás az nagyon bevált. Zárójel, nagyon örülök neki, mert az egy fehérvári cég az innovációja. Ez egy fehérvári fejlesztés volt, ugye? Ez abszolút egy fehérvári fejlesztés, zárójel bezárva. Ilyet szeretnénk most a következő lépcsőbe 10 helyre még telepíteni a városon belül. Elsősorban nagy csomópontoknál, vagy olyan gyalogátkelőknél, ahol nincs közlekedési lámpa, nem is biztos, hogy oda kerül, de talán egy figyelemfelkeltő kis technológia és technikai módszer az autósok számára is. De mindenkit azt kérem, hogy tartsa be a szabályokat. Kedves gratulálásokhoz köszönöm szépen meg a támogató szavakat, és ez nyilván jól esik az embernek, de mindig tegyük hozzá, hogy ez mindig csapatmunka. A polgármester nyilván a kiemelt felelősséggel rendelkező közszereplő, de nem más, mint a csapatkapitány, és egy nagyváros rengeteg szakmai területből áll, üzemeltetés, fejlesztés erre gondolva is, ezeknek a szakmáknak jól együtt kell tudni működni, nagy intézményrendszert működtetünk, vállalataink vannak, kiváló szakembereink, polgármesternek az a dolga, hogy ezt a munkát próbálja a lehető legjobban koordinálni, hogy ez mennyire sikerül, az viszont nem nekem kell eldönteni, nyilván azt a fehérváriak tudják időről időre megítélni. Ott a Petőfi utca esetében volt még egy kritika. Ugye azért a történelmi belvárosban egy elég jelentős szigorítás történt az elmúlt néhány hónapban. Sokkal, de sokkal kevesebb autó mehet be a történelmi belvárosba. Van engedélye, ugye sok esetben tapasztalom én is, amit a hölgy mond, hogy nem biztos, hogy mindenki észreveszi, hogy nem 900 forint per óráért lehet ott parkolni, ha van valakinek engedélye, de közben fizetős parkolást vehet igénybe, akkor az engedély plusz 900 forint. Tehát ott az, hogy megváltja valaki a parkolási jegyet, az nem váltotta ki azt, hogy ez egy engedélyköteles belvárosi terület, mondjuk a Kossuth utca, ha már erről a szögletéről beszélünk a belvárosnak, ott már befele ugye ilyen utcákkal találkozunk. Úgyhogy mi azt ígértük a lakóknak, hogy néhány hónap tapasztalatát majd feldolgozva át fogjuk gondolni, hogy ez a forgalmi rend, ez javult-e. Nekem az a tapasztalatom, és az is a visszajelzésem, hogy igen, van még néhány hely, Lakatos utca, Ady Endre utca, ahonnan kapok panaszt, ott most fogunk bizonyos változtatásokat eszközölni, ezt hamarosan majd bejelentjük, ami szigorítás irányába mutat, és szeretnénk kellene, hogy tényleg csak a lakók legyenek azok, akik bemennek a történelmi belvárosba, például én sem állok be a történelmi belvárosba, mi is kint, az önkormányzati autókkal is kint parkolunk már. Az egyik kollégám szokott csak akkor, ha úgymond árufeltöltést végez a Városházán időszakosan, de mi is próbálunk jó példával előállni. Azt azonban látni kell, hogy a Petőfi és egyetott a Vármegyeháza előtti területeken ott ma már nem igazán az a jellemző, hogy levágnák azt a kereszteződést, mert szerintem sokkal gyorsabb, ha valaki elmegy a Várkörúton. Nincs, szerintem semmi értelme nincsen, hanem egyszer ott közintézmények vannak. Maga a Vármegyeháza, vagy a kormányhivatal központja is, ott van iskola, van postahivatal, van a színháznak ugye a Pelikán terme, és hát valahonnan azért a nem belvárosban élőknek is meg kell tudnia közelíteni a belvárost, hiszen a belváros mindannyiunké, és ott közterületi parkolók vannak, tehát ott nem lakásokhoz rendelt magánparkolókról beszélünk, hanem közterületről beszélünk, és meghatározza a közösség azt, hogy mit kihasználhat. Mondjuk a posta előtti szakasznál szerintem az emberek nem örülnének, hogyha ott nem közelíthetnék meg, hiszen ők egy közszolgáltatást vesznek igénybe. Vagy egyébként itt most beszéltünk korábban a különböző városházan leadható kérelmekről, azért így is, hogyha valaki mondjuk a Vármegyeháza előtt hagyja az autót, akkor onnan azért sétálni kell, mint mondjuk elér a Kossuth utcai ügyfélszolgálatra, vagy a Városháza recepciójára.
De emellett várom a konkrét megjelenést, ugye azért azok pont az utcában az viszonylag kevés lakás található, de mondom, az előtt csak közterületi parkolók vannak. Vannak olyan magánházak, ahol az udvarak azok használhatók, akár parkolási céljára is, tehát elég komplex a belváros problémája, de most ideiglenes megoldások vannak, folyamatosan értékeljük a tapasztalatokat, úgyhogy a hölgytől is várom a konkrét javaslatokat. Azért teljesen nem lehet kitiltani a forgalmat a belvárosból. Hát pontosabban nyilván Ausztriában, mondjuk Graz városában ezt megtették, de ott a bentlakók is csak akkor mehetnek be, hogyha egyébként zárt telken belüli parkolóra tudják beállítani az autót, ők például ott nem állhatnak meg közterületen a házaik előtt. Ugye biztos, hogy ennek nem mindenki örülne jelenleg. Akkor lehet szerintem egy rendezettebb állapotot eredményező megoldást találni, amikor az összes nagy gyűjtőparkoló a belváros környékén megépül. Ugye a Palotai úton egy parkolóházat tervezünk, illetve a pláza beruházás egy több mint 1000 új parkolót eredményező fejlesztési részt is tartalmaz. Szerintem utána lehet további szigorításokban gondolkodni a belvárosban élőknek, illetve talán azt a hölgynek szeretném mondani, hogy tervezünk egy olyan kis módosítást, hogy aki belvárosban él, az esetleg a környező más utcákba is letelse az autót, ezáltal is egy kicsit könnyebbé téve ezt a parkolási kérdést, de összefoglalva, a hőnek vannak konkrét javaslatai, kérem, hogy keressen meg, és igyekszünk rá válaszolni, azután, hogy szakmailag is át fogjuk a javaslatokat gondolni. Műsorunk vége fele közeledve még egy fontos kérdés, hiszen az elmúlt napokban olvashattuk a közösségi oldalán, éppen az úszoda felújítása kapcsán jutott eszembe, hogy ugye az állami segítségnek köszönhető, mekkora nagyságrendű források szabadultak fel, amiket másra tud fordítani a város. Mekkora ez az összeg, és mik ebből megvalósulhatnak, polgármester úr? A város üzemeltetésben ez egy 598 millió forintos megtakarítást eredményez, ha az egész évre ezt az árat tartja majd érvényben az állam. Ennek a legnagyobb része bőven több mint 400 millió forint a közvilágítás áramszámláján történő megtakarítás. Ezt több dologra fogjuk fordítani. Az egyik az a Sára programon belül újabb utak, járdák, parkolók tudnak majd az egyes városrészekben megújulni. Ez szerintem egy 3-400 millió forint értékben egészen biztos, hogy megvalósulhat, azért ez megint egy jelentős fejlesztési csomagot eredményez. A másik nagyobb csomag az pedig az uszoda esetében kerül felhasználása, ebből fogjuk tudni megcsinálni a kiviteli terveket is, a felújítás, illetve a strand bővítése vonatkozásában, és így elérjük azt, hogy akár a következő években ez a beruházás meg is valósulhasson. Ha már közvilágítás, akkor talán azt érdemes elmondanunk, hogy heteken belül már a kivitelezése is elindul a közvilágítás esetében az izzók cseréjének. Ugye ledesítjük az egész közvilágítást, minden közterületi lámpatestet a város egész területén, és bízom benne, hogy a nyertes kivitelező cég által vállalt határidőben, tehát idén a teljes közvilágítás cseréje megtörténik. Ez egy jobb és egyébként biztonságosabb közvilágítási rendszert fog jelenteni. Pár helyen már megtörtént a csere, főleg nagyobb közlekedési csomópontokban, hát látszik, hogy sokkal kisebb energiafelhasználással sokkal jobb fényerőt fog tudni biztosítani ez az új műszaki rendszer. A másik pedig, hogy jelentős megtakarítást eredményez majd. Tehát az, ami egy ilyen halasztott fizetési konstrukcióval tudtunk a pályázat keretében a legjobb ajánlattevővel megállapodni, amiben ez úgymond kerül, azt önmagában az áramszámmal a megtakarításaiból fogjuk fedezni a következő esztendőkben. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez megint egy komoly előrelépés, és egyébként klíma és környezetvédelmi célokat is megvalósít, hiszen nyilván kevesebbet fog fogyasztani. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget és a sok felvetett témát. Köszönöm szépen, hogy itt volt nézőinknek, köszönöm a figyelmet, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Műsorunkat visszanézhetik a Fehérvár TV YouTube csatornáján, viszontlátásra!